kísérletben azt fogjuk megvizsgálni, hogy hogyan viselkedik a fény a víz felületére ejtjük. Egy lézerfényt vetítünk a fény víz felületére. Ez egy üvegkád, amit megtöltöttünk vízzel. A víz felszíne az itt található. A fénysugár egy része az új közeg határáról, tehát a víz felületéről visszaverődik. Jól mutatja ezt, hogy itt bizony visszavert fénysugarat találunk. Másik része behatol az új közegbe és megtörik. Mivel itt a kád alján egy újabb törő közeg van, ezért ott egy nagyon érdekes jelenséget figyelhetünk meg. Van szintén a fény, egy beérkező fény egy része visszaverődik, mint ahogy az előző felületről is az egyik része visszaverődött, másik része pedig megtört, és kijött a új közegből, azaz a vízből kijött a levegőbe. Egy kicsit jobban megvizsgáljuk ennek a fénysugárnak az útját, és mellé helyezek most egy egyenes rudat. Láthatjuk, hogy a fénysugár az eredetivel párhuzamosan halad tovább. Egy pillanatot várunk, amíg megáll a víznek a felszínűleg a mozgása, de látható, hogy az eredeti fénysugárral párhuzamosan halad tovább a fénysugár, és azt is jól lehet látni, hogy a fénysugár a kétszeres törés után adott távolsággal, jelen esetben körülbelül 2,5-3 cm-rel tolódott.